A Törökországba irányuló húskivitel hatására tavaly 12 ezer hízummarhát vágtak le. A minőségi szerbiai hús tonnájáért 5314 eurót fizetett a vásárló. A sertésállomány két év alatt 4%-kal csökkent, és számuk nem haladja meg a 2.790.000-et. Az utóbbi két évtizedben egyedül a juhok száma növekedett, és 1.710.000 egyedet tartanak nyilván. A köztársasági statisztikai hivatal adatai szerint az évi hústermelés nem haladja meg a 400.000 tonnát, míg a polgárok éves húsfogyasztása kevesebb, mint 30 kg. Az 1990-es évek elején a lakosság a jelenleginél kétszer több húst fogyasztott, mondta Branislav Gulán, a Szerb Tudományos Akadémia falubizottságának a tagja, aki a csökkenést azzal magyarázza, hogy az utóbbi 25 évben 400 000 falusi háztartás szűnt meg.